A helyszín a Hesi, vagyis a Heves megyei sütőipari vállalat EGRI központja. Az EGRI Keriből érkezett csoportot Nagy Lajos ügyvezető igazgató fogadta. Nagyon örülünk, hogy a vállalkozói napok keretében itt a Hesinél ilyen érdeklődés mutatkozik a tevékenységünk iránt, és reméljük, hogy fog önöknek is tetszeni, amit fognak látni. A 20 fős csoportot Hanyi Nóra, minőségügyi mérnök vezette végig az EGRI üzemen. A kenyér, illetve a péksütemények gyártási folyamataiba nyertek bepillantást a diákok, a liszttől egészen a késztermékek csomagolásáig. Érdekességként elhangzott, Magyarországon egy ember éves átlagos kenyérfogyasztása 73 kg, míg pék finom süteményből 13 kg. Na most, hogy ehhez képest el tudjuk képzelni, itt a gyárban napi szinten 3500 kg kenyeret gyártunk, körülbelül 50 ezer darab pék finom sütemény, 7000 csomag réteslapot és 4500 kg panírmorzsát. A cég jelenleg Egerben és Bélapátfalván folytat termelő tevékenységet. 30-40 fő között mozog a tanulói létszám, akik Pétervásáráról és Egerből érkeznek. Most, ahogy néztem ezt a gyárat, nekem nagyon tetszik, mert még így a gyakorlat közben, hogy mi gyúrtuk, de most látom, hogy a gépek azok már megcsinálják, és nem kell olyan nagy dolgokat csinálni. Nekem ez nagyon tetszik. Az ilyen látogatásoknak is az a célja, hogy segítsék a diákokat a munkahely választásban. Megmondjuk, hogy milyen lehetőség van nálunk, mit tudunk biztosítani, milyenek a munkakörülmények. Nagyon sokszor nem is a pénz számít, bár mindig megadjuk a maximumot, amennyit lehet a tanulóknak, és ez az összeg évről évre emelkedik. De mégis nagyon szeretnék azt a biztonságot, amit nálunk látnak, azokat a körülményeket, amik szociálisan is rendelkezésre állnak. A Heves megyei vállalkozói napok október 25-éig tart. A meglátogatható cégek listája megtalálható a Kamara honlapján. Az üzemlátogatásokra bárki jelentkezhet az online felületen keresztül.